A Pécs elleni hosszabbításos sikerrel sorozatban negyedik győzelmét aratta a nyíregyházi csapat. Januári teljesítményükkel feljebb léptek a tabellán a cápák, de még mindig a felsőházi rájátszás jelentő vonal alatt van a nyíregyháza. Mivel a legutóbbi találkozót hétközben játszott a Merin Mekmedovics együttese, másfél hetük van a szakmai stábnak és a játékosoknak felkészülni a következő mérkőzésre. Jó körött ez a pihenés, mert volt néhány beteg játékos, és elég idő volt, hogy javul a helyzet. Hétfőntől teljes számú játékos száma edzünk. Készülünk egy nagyon nehéz meccsre, de minden meccs ez ilyen, amilyen, de ez nagyon fontos meccs nekünk. Meglátjuk, tudunk hozni ezt a meccset, mert számítás szerint, ha hozunk ezt a meccs, akkor valahol elhagytunk ez az alsó rész, és ezt a veszély, ha lent fogunk végezni. Ahogyan azt a vezetőedző korábban megígérte, a győzelmek miatt sem könnyített a munkán, sőt, sok új dolgot kell elsajátítaniuk a játékosoknak. Most nincs megállás, mert a minden játékosnak a javuló irányba van a forma, és ez nem szabad elengedni most, hogy valahogy lefelé újra megy. Sokat dolgozzunk, sokat új dolgok tettünk a játékunk belül, mert most ez a két meccs után jönnek a újra kemény ellenfélek. Móc, Vasas, BKG, Újpest, ott leszek a jó meccsek. Az óbudai kaszások a legutóbbi fordulóban idegenben 18 ponttal verték a TF Budapestet. A több rutinos kosarast is felvonultató óbudaiak egy győzelemmel szereztek kevesebbet a cápáknál. Nagyon nehéz meccse számít. Szerkezetileg ők ez egy alacsony szerkezetű csapat, ráadásul ő csárnokunk, ez olyan kicsi és olyan kellemetlen, ott kell szokni, játszani. Ahogy te mondtál, a rutinos játékosok lakossá, igen, suppolá, nehéz ez fogni, ez, és az a lényeg, hogy most nyerték, és ők is most látják a lehetőség. Ellenünk, hogy egy olyan békésebb vizébe jön bajnokság, mert neki is van a sok probléma meccseket. Az óbudai kaszások Hübner-Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 16 óra 45-kor kezdődik. A 18. forduló további párosítása következő Pécsi VSK Jászberény, Meavc TF Budapest, Cegléd Fót, Salgótarján Budafok, Vasas Akadémia Új Buda Mavc és Deac U23 BKG Prima Akadémia.